Gasztrománia műsorunkban egy újabb különleges ételt mutatunk be önöknek. Házigazdánk Hart Tiborné, a Márka étterem séfe, segítségére ezúttal pedig Görcs Imre, a Gimex Hidraulika Kft. Ügyvezetője lesz. Nézzük, hogyan készül mai ételünk. Szeretettel köszöntöm a Gasztrománia nézőit. Hart Tiborné vagyok, a Márka étterem séfje. Szeretném bemutatni vendégemet, egy kedves törzs vendéget, aki szívesen jár a Márka étterembe ebédelni. Görcs Imre urat, a Gimex Hidraulika ügyvezetőjét. Köszöntöm Imre, hogy elfogadta a meghívásunkat, és arra tekintettel, hogy régóta ismerjük egymást, így akkor közvetlenül beszélünk, hogyha tegeződünk. Tegeződjünk, köszönöm szépen. Én is köszöntöm a nézőket. Amit most főzni fogunk, mézes mustáros fűzpecsenye fafardella tésztával. Ez a tészta, ez tulajdonképpen egy olasz tészta, magyarul széles metélt. Az első lépésbe forra vízünk, és beletesszük a tésztát. Ez a fafardella tészta, ez egy olasz tészta, és magyarul is mondhatnám, hogy egy metélt, egy széles metélt. Ez durum lisztből készül, tehát bátran ajánlom azoknak is, akik fogyókúráznak, vagy azoknak is, akik ugyan szeretik a tésztát, de sajnos hízlal a tészta. Tehát ezt most hagyjuk főzni, körülbelül 7-8 percre van szükség, hogy roppanos, kissé al dente legyen. Megkérlek Imre, beszélj nekem arról, légy szíves, hogy milyen ételeket szeretsz, vagy szeretsz-e főzni? Most főzni tudok, csak nem szorgalmazom, mert rajta maradna, mint szamáron a fül, így aztán én nagyon szívesen részt veszek mindenféle étkezésben, ahol valaki hozzáértő finom dolgokat, finom ilyen csemegéket készít. Az alakomon meglátszik, hogy szeretem a finom ételeket, ez az alakomon is meglátszik, ugye? Egy kötéllyel próbálom átszázni a nézők előtt. Igen, de ha jól tudom, akkor ennek a kötélynek van egy története. Mondanál róla néhány szót, míg én a nézőknek előkészítem a húsokat. Ez a kötény Németországból való, különösebben annyi szerepe van, hogy munkatársaimmal együtt egy háromnapos szimpózium után részt vettünk egy barbecue akadémián, ami gyakorlatilag grill ételek készítéséről szóló szombati műfaj, és hát vagy 10 féle ételt készítettünk, és egységesen mindenkinek ebben a baden-württembergi, vagy mondjuk az, hogy schwab-landi kötényben kellett szerepelnie. Előzőleg bepácoltam a sertészüzet, amiből érméket vágtam, fokhagymás tejbe, mert a fokhagymás tejtől egyrészt sokkal porhanyosabb lesz, másrészt pedig sokkal finomabb lesz az íze. Tehát csak most szabad megsózni és borsózni sütés előtt. Megsózzuk. Megborsózzuk. És utána kevés olívaolajba megsütjük. Nos, még akkor szeretném azt is hallani esetleg, hogyha a külföldi útjaidon, vagy ha munkádból kifolyólag külföldre mentek, akkor milyen ételeket szeretsz? Minden német városban van egy vendéglő, ahová én törzs vendégszerűen visszajárok. Ez a vendéglők általában gyakorlatilag német, tipikus német vendéglők. Amit én enni szeretek, az rendszerint Eisbein, magyarul csülök, vagy csánk, vagy jó nagy darab csontkilók a húsból, megsütve, megfőzve. Sajnos kalóriadús étel, de finom. Most azzal folytatjuk, hogy megsütjük a szűzpecsenyét. Ahhoz egy kevés olívaolajra van szükségünk. Ugye az olívaolaj sokkal egészségesebb, mint hogyha napraforgó olajat használunk. Tehát ebből sem kell sokat használni, csak egy annyit, hogy a serpenyőben ne ragadjon le a hús. Megvárjuk, míg forró lesz a sütőnk, és akkor hirtelen sütjük meg, hogy kérget kapjon, belül puha maradjon, omlós, és ne engedjen vizet. Biztosan ezt te ismered, megint de azért tanultam valamit. Elmondtam a kedves nézőknek, hogyha el akarják készíteni, akkor így legyen. Tehát megkérlek akkor, hogy segítsél nekem a következőben. Igen. A kaliforniai paprika szükségeltetik a szűzpecsenye mártásának elkészítéséhez. Akkor a kaliforniai paprikából vágjunk finom, apró kockákat. Uh-huh. Ez fontos, hogy ezt a fehér részét távolítsuk ereket, el, igen. Az ereket kiszedjük, eltávolítjuk, és utána szép, apró kockára vágjuk. Mint egy töpörtyű? Hát nem, azért annál egy
annál egy kicsit kisebb, mint a töpörtyű, tehát ekkora legyen, jó? És akkor abból te is folytathatod, és hát megmutathatod. Falusi származású lévén én azért rengeteg disznőlésen vettem részt, és hát ilyen nagy késsel bánni az nem egy kunst, azon kívül mindig szokott lenni rajtam kötény, így aztán az sem zavar most a főzésben. Jó, akkor igen? Így megkérlek, hogy így vágd nekem össze. Míg a tésztánk föl, még egy-két percre van szüksége és készen lesz, addig megsütjük a szüzeket. Hallatszik, hogy süttereg, forró az olaj. És mikor döntötted el, hogy szakács leszel? Hát azt már nagyon régen. Én 8. általános iskolás voltam már, én akkor főztem önállóan, illetve próbáltam tanulni önállóan főzni, amikor az anyukámé szívesen megettek. Ugyan néha nyers maradt, de azért akkor is megdicsértek. És lehet, hogy ez volt az első lökés, ami adta azt, hogy próbáljak meg jobban főzni. Egyik oldalát megpirítjuk, megnézzük, és ha kellően megsült, akkor átforgatjuk. Mennyi idő kell egy ilyen sütésnek? Ennek a sütésnek 3-4 percre van szükség. Hogy ilyen igen, igen, mert ugye a szűzpecsenye, azt tudjuk, hogy a sertésnek a legnemesebb része, tehát ezt sokáig nem szabad sütni, mert akkor kiszárad. Közben leszűrjük a tésztánkat, amíg a szűzpecsenye sül. Búgják valamit? Nem, köszönöm szépen. Már le is szűrtük. És már kész is van. Következő mozzanatunk, hogy elkészítjük a mártást. A mártásnak az alapja, először mézzel kezdünk. Mi? Mézzel készítettél, vagy szeretted az ilyen mézzel hát készült gyermekkoromban még ételeket? Gyermekkoromban éhettem is, igen. De tehát legelőször mézet karamellizálunk. Azáltal ugye, hogy karamellizálódik, nagyon kellemes íze lesz. És én úgy látom, hogy a szűzpecsenyénk már majdnem jó. Még egy kis színt adunk, hogy szép legyen. Közben kevergetjük a mézet, már felforrt a serpenyőbe. A következő mozzanata az, hogy hozzátesszük a dizsoni mustárt. Méz és mustár igen, együtt? Igen, tehát ilyen mézes, sósavajú, édes, igen, magyaros igen, ízekkel. Igen. Hát azt hiszem, hogy inkább nem a magyar konyhára jellemző ez, hanem talán a mediterrán ételekhez készítenek ilyen mártásokat. Tehát lepirult a mézünk, és, mit hozzak? És akkor hozzá öntjük a fehérbort. A fehérborral még alaposan kiforraljuk. És most következik az, hogy hozzáteszik azt a paprikát, amit összeaprítottál. Igen. És csak néhány perc kell ennek a kaliforniai paprikának is, hogy egy kicsit összeforjon a mártással. Elkészült a húsunk, de ugye azt tudjuk, hogy a húst azt azonnal nem lehet fogyasztani, amikor elkészítettük, hanem meg kell várni, míg egy kicsit pihen. Pihennek a rostok, és akkor utána tudjuk tálalni. Folytatjuk a mártásunkkal, tehát a mártásban bent van a méz, a mustár, és a következő, hogy hozzátesszük a tejszínt. Ezzel a tejszínnel összeforraljuk. És egy kevés étkezési keményítővel besűrítjük. Az étkezési keményítő ez abszolút semleges, tehát nem változtatja meg sem az ízét, legfőjebb egy kicsikét besűríti, ami kellemes sejmessé teszi a mártásunkat. Ebben a mártásban teszünk egy kis sót, egy kis borsot, és egy kis őrölt fűszerkeveréket. Kiforraljuk, és már a következő mozzanatunk a tálalás.
De még előtte, mi tálalunk, megkérlek Imre, hogy abból a petrezselyem zöldből egy kicsikét vágjál nekem. Megkóstolom a mártást. Az állaga is megfelelő, az íze is megfelelő, és már csak tálalnunk kell. Közben megkérdezném, hogy melyik nagyobb öröm, főzni, vagy látni, hogy milyen jó ízűen esznek? Hát én nekem mind a kettő. Nekem mind a kettő öröm, igen, én főzni is szeretek, hát enni is szeretek, meg főleg az nagyon jó, hogyha a vendégeknek ízlik. Tehát nekem ez a legnagyobb öröm. És a szakácsságban milyen fokozatok vannak? Tehát azon felül, hogy valaki szakács lesz, hova tovább, hova lehet még nőni? Hát a sok gyakorlat után mesterszakácsképzést lehet elvégezni. Nekem van mester levelem. Gratulálok. Köszönöm szépen, úgyhogy ezzel próbálok az embereknek örömet szerezni, hogyha finomakat főzök. És ez ki van akasztva, ez a otthon, igen. Otthon, igen. A vajat fölmelegítjük a serpenyőbe, hogy forró legyen. A kifőzött tésztánkat átmelegítjük a vajba, tálalás előtt. Átforrósítjuk. Még azért hadd kérdezzem meg, hogy mi a hobbid, ha már így... Úgy láttam, mert még turóskérte lehetne, de most már nem azt főzünk, a tudom. Hobbim? Hát amikor ráérek, akkor muzsikálok. Van egy szintetizátorom, aztán azon szoktam játszani különböző dolgokat. Igen? Persze, élvezem, imádom. Nagyon jó kis kikapcsolódás, bárkinek ajánlhatom. Én meg szeretem a zenét, úgyhogy te játszani szeretsz, én meg énekelni és mulatni. Úgyhogy majd ezután gondolunk egymásra, és összehozunk egy partit, amit összekötünk egy jó ízű főzéssel. Teljesen jó lesz, teljesen jó lesz. Nem csak főzni kell tudni, hanem szervírozni is. Igen, hát a tálalás az nagyon fontos, hogy szépen legyen tálalva, tehát először a vendég ugye a szemével nézi meg. És akkor csak utána... Igen. És a nyelvével. Igen, és a legvégén a nyelvével, így van. Tehát rátesszük a húsra a mártást, hogy egy kicsit körbefogja, ne maradjon a tészta száraz. Citromfüvet használunk. Ugye a citromfű az megy a mézhez is és a mustárhoz is. És megdíszítjük az ételünket. Parancsolj. Köszönöm. Így tartjuk. És jó étvágyat kívánunk a kedves vendégeknek. Reméljük, ha elkészítik, önöknek is ízleni fog.